Sziasztok, szép estét! Üdvözöllek benneteket! Remélem jól vagytok, minden fasz a minden jó. Szép jó estét kívánok mindenkinek!
Bálint Natália Magyar Átok című dalával. Óriási csúszásba vagyok a mai nap, mint ahogy láttátok, autó mosóba ücsörgök. Azért tiszta autóval megy fel az ember Budapestre, ha már egyszer a fővárosba igyekszünk, és úgy indulunk, hogy történelmet kívánunk írni, akkor azt hiszem, hogy tiszta autóval érdemes fölmenni. Hú, annyi minden van, most azt nézem, hogy miket írtatok. Jó pár kérdést kaptam, és rögtön meg is válaszolom. Bejelentett rendezvényről van szó. Rendőrségi engedélyünk van. Betartva a hatályos jogszabályokat, pont azért, mert nagyon-nagyon sok a provokátor. Én nem magamat féltem, hanem azokat az embereket, akiket ki lehet, vagy kitennének a provokátorok az inzultusnak, illetve ne felejtsük el, hogy a provokáció az sohasem közülünk indul el, hanem olyan emberek által, akik nem értenek egyet az eszmével. A tétje van-e a holnapnak? Óriási tétje van a holnapnak. Hisz az alkotmányos rend helyreállítása az nem csak jogunk, hanem kötelességünk is. Én belefáradtam már elmagyarázni, hogy mi mit jelent, hisz hosszú éveket töltöttem azzal, hogy próbáltam a parázsból szikrát, a szikrából tüzet csinálni. Úgy érzem, hogy sikerült. A legnehezebb, illetve a legsötétebb időben is itt maradtam nektek, mint gyertya, mint valami reménysugár, mert én soha nem adtam fel, és soha nem is fogom feladni. Amikor tudomásomra jutott, hogy a hatalom kizárólagos birtoklására törekszik a Fidesz, akkor nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, miután megtudtam, hogy mit is művelt, hogy hogy lehet a magyarságot ebből a letargikus állapotból kirángatni. Bíztam abba, hogy előbb-utóbb sikerül tömeget varázsolni az utcákra, bíztam abba, hogy lesz majd egy olyan csatorna, ahol az emberek értik majd, és figyelnek arra, amit mondok, és kicsit hangos lesz, mert megy a kefe. Aztán Kis Krisztinának köszönhetően létrejött egy YouTube csatorna, ahol az összes videó megtalálható, és rengeteg ember figyel. Aztán összejött az is, hogy egy 100 000-es tömeget tudtuk Esze neked tiszta autó? Ez az ára? A hang? Szóval egy 100 000-es tömeg előtt tömeget tudtuk összevarázsolni gyakorlatilag a semmiből. Vesztes helyzetből felállítani a magyar nemzetet. Ami a legnagyobb feladatunk, és ez már nem csak az én feladatom, az alkotmányos rend helyreállítása. Talán mindenki nagyon-nagyon büszke lenne, hogyha holnap milliós tömeg lenne a Vajdahunyad vár előtti területen. És talán mindenki ekkora tömeget vár. Amit lehetett,
A mellettem, mögöttem álló csapat megtett, amit lehetett, pont annak fényében, hogy rengeteg támadás ér az elmúlt hetekben ismét, mi lenne, ha nem. Mi mindent megtettünk. Ez nem azt jelenti, hogy hátradőlök, aztán majd ott várlak benneteket. De azt kell megérteni, hogy nektek is van felelősségetek. Ez nem hárítható senkire se. Csak az én felelősségem, hanem az országos felelősség, valamennyi magyar felelőssége. Nagyon-nagyon sokan nem értik, hogy mi a különbség az alkotmány és az alaptörvény között. Nem értik, hogy mit jelent azt, hogy az alkotmányos rendet helyre kell állítani. Én ebben többször kértem tőletek segítséget. Nagyon-nagyon sokszor. Tájékoztassátok az embereket. Én tudom azt, hogy nagyon-nagyon sok csoporttag mindent megtett, és kaptam olyan leveleket, ahol konkrétan csoporttagra hivatkoztak az emberek. Aztán, hogy a legnagyobb álmunk, hogy az alkotmányos rendet helyre tudtuk-e állítani, az holnap elválik. Én úgy érzem, hogy eddig sem vallottunk szégyent, holott azért ránk voltak nehéz idők, amikor 5-en, 10-en, 30-an, 50-en gyűltünk össze egy-egy rendezvényen. De február-márciusra megértették az emberek, hogy mit kell tenni és mi a felelősségük. Februárban nem volt meg a várva várt tömeg, de márciusra meglett a 100 000 ember. És ebből a 100 000 emberből lehet építkezni. Az a 100 000 ember egyénenként csak egy embert hoz, akkor holnap 200 000 ember fog ott állni a Vajdahunyadvár előtti réten. Vannak nagyon-nagyon sokan, akik most hallottak rólunk először, ilyenek például azok a gazdák, akik holnap csatlakoznak hozzánk, a baromfisok. Vannak különböző csoportok, ahova beengedték a videókat, és rengeteg levelet kaptam, hogy többet maguktal érkeznek. És holnapi nap folyamán, illetve mai éjjel ugye rendezvény van Budapesten, és én 4000 szórólapot hozok magammal, tehát én az éjszakát még Budapesten fogok tölteni, és ott fogok szórólapozni első körben a fiatalok körébe. Mert bizony-bizony a fiataljaink azok, akik azt se tudják, hogy eszik-e vagy isszák az alkotmányt, azt sem tudják, hogy mit jelent a közjogilag érvénytelen alaptörvény, és nem csak a fiatal nem tudja, hanem még a szüleje se tudja. Én még az utolsó éjszakát is azzal töltöm, hogy 4000 szórólapot céljel szóló Budapest utcáin. Nem mondom meg, hogy hol leszek, bárhol feltűhetek, de ott leszek. Én ezért jövök most, ma este föl Budapestre. Pont azért, hogy a holnapi rendezvényért tényleg hátradőhetve azt mondjam, hogy én nyugodt szívvel, hogy én mindent megtettem. Beszéltünk itt a sajtóról, beszéltünk itt a különböző média felületekről, hogy nem kerülünk be, illetve nem jutunk be. Valamennyi médiát meghívtunk. Mint kormányközelit, mint ellenzékit. Mindegyik egyedi meghívót kapott, és ennek hatalmas előnye van, tehát még egyszer is mondom, mindenki egyedi meghívót kapott. Három médiatársaság gyakorlatilag az e-mail megkapásától számítva 20 másodpercen belül válaszolt, hogy küldenek ki kollégát, amennyiben a tömeg úgy kívánja, akkor akár közvetítő kocsit is. Nem rajtam múlik. Vannak olyan média felületek, amelyek csak az interneten érhetők el. Mindegyik azt írta vissza, hogy képviselteti magát holnapi nap folyamán.
És itt jön a dologba a bökkenő, hogy mi csak azokat a média felületeket várjuk, akiket meghívtunk. Ami azt jelenti, hogy aki nem odavaló, az meg lesz kérve, hogy hagyja el a helyszínt. Amennyiben nem teszi meg, rendőri jelvezetést fogunk igénybe venni. És nem véletlenül. Ezt az országot, ezt a nemzetet 2006-tól kőkeményen lejáratták. Nem, gondolok itt nem csak a nemzetre, gondolok itt a zászlóinkra, a nemzeti erekjéinkre, és mindenhol az jött le, hogy a csőcselék van az utcán. És teljesen mindegy, hogy azok az emberek annak idején miért voltak kint, egyetlen egy felület sem engedheti meg, hogy a saját országa állampolgárát csőcseléknek nevezze. Egyetlen egy ember sem, illetve egyetlen egy média sem engedheti ezt meg. És tudjuk azt, hogy vannak olyan hírportálok, olyan tévétársaságok, akik nem fogják hagyni, hogy csak úgy, látok, kiállok itt, nem, mert mögöttem is vannak már, beállok a parkolóba, tehát nem fogja csak úgy hagyni, hogy Orbán Viktor ellen beszéljen a nemzet, nem fogja hagyni, hisz kell nekik a konc, és ezekre a tévétársaságokra nem vagyunk kíváncsiak. Én legalábbis úgy gondolom. És mindenki egyedi meghívót kapott, mint említettem, nem véletlenül. És arra is kértük őket, hogy ezt a meghívót hozzák magukkal, legalább a riporter telefonján legyen, hogy amennyiben mi ezt ellenőrizni kívánjuk, akkor erre legyen lehetőségünk. Senki nem ágált ellene. Azok a felületek, amiket megkerestünk, készségesek voltak, segítőkészségesek voltak, megkaptuk a kiküldött ember nevét, telefonszámát. És tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok ember készül lejáratni a rendszerváltás eszméjét, gondolok itt Polc Péterre. Én Péter barátilag azt kérem, ne gyere. Én azt kérem, meghívód nincs, ez egy bejelentett demonstráció, és ha meglátunk, elvezettetünk. És nem fog érdekelni a sajtós igazolványod. És tovább megyek. Még a rendőr igazolványa se, a rendőr se fogja érdekelni a sajtós igazolványod. Nem, mert mi eldöntjük, hogy kit szeretnénk a köreinkbe látni. És mondtam neked, hogy a mosolyt levarázsolom az asztalról. Meg az arcodról. Én ezt elmondtam. És ez még csak az első meglepetésem volt a részedre. Tehát még egyszer mondom, a média az itt lesz, ugyanúgy, mint ahogy kint voltak februárban, kint voltak márciusban. Aztán, mint ugye április 3-án a vonulás után a Kossuth téren a közszolgálati televízió két riportere is elismerte, hogy mindegyik rendezvényen itt voltak, hiába küldik el, nem kerülünk be, ettől függetlenül ők is itt lesznek. Sőt, az egyik névre emlékszem, úgy tudom, hogy ő lesz az egyik, a másik névre nem emlékszem, tehát nem tudom megmondani, hogy ők lesznek, vagy nem ők lesznek. De az egyik az biztos, hogy ő lesz, ha ők lesznek, az egy nagyon jó páros, ezt láthattátok, hogy nagyon korrektül viselkedtek velünk, és nem voltak velünk ellenségesek. Színpadunk nem lesz, hangosításunk ellenben lesz. A mobil WC-k reggelre ott lesznek, mert többen is kértétek, illetve azért nagy meleg van, és a vár területén azért van mozgás, és nem várhatjuk el, hogy tömeg álljon egy idegen vendéglátó helyen, csak azért, hogy WC-re mehessen. Ezt most meg tudtuk oldani, bár hozzáteszem, hogy mi megrendeltük a mobil WC-ket múlt héten, a kért összeget át is utaltuk,
ma kellett volna kiszállítani Budapestre, Vajdahunyad vár előtti területre. Ma reggel 8 órakor csippant a telefonom, visszautalta a cég a pénzt, én fölhívtam őket telefonon. Először arra hivatkoztak, hogy a partnerük igényt tartotta a további két WC-re. Körbe telefonáltuk gyakorlatilag komplett Budapestet, és az utolsó előtti helyen elárulták, hogy a rendszerváltóknak nem adhatnak WC-t, hogy kaptak egy ilyen e-mailt. Tehát el lehet rajta gondolkodni, tisztelt rendszerváltók, hogy kinek az érdeke az, hogy még ebbe is hátráltasson bennünket. Ettől függetlenül az utolsó cég az nagyon-nagyon készséges volt, lényegesen drágábban, de biztosította számunkra 2 darab WC-t, és elmondták, hogy ők is ott lesznek. És őket nem érdeklik az e-mailek. Vannak, tudjátok, olyan emberek, akik nem hajlandók behajolni a diktatúrának. Vannak olyan emberek, akik a saját elveiket nem adják fel. Vannak ilyen tanárok, vannak ilyen orvosok, vannak ilyen nővérek, vannak ilyen rendőrök, vannak ilyen katonák, vannak ilyen tűzoltók. Minden szakmában van olyan, aki a saját elvrendszerét a politika nyomására nem hajlandó feladni. Azt felháborító dolognak tartom, hogy a 21. században meg lehet tenni olyan dolgot, hogy a nemzet, illetve a nemzethez tartozó embereket hátrányosan különböztessünk meg különböző intézkedések által. Ez csak egy e-mail. Ez csak egy e-mail. Tehát értem én a félelemkeltést, van is mitől félniük. Bízok benne, hogy holnap pontot teszünk a diktatúra végére. A rendőrséggel egyeztetve rendőrségi drón az lesz kint. Viszont kikértük ugye a hatóság állásfoglalását a drón használatról, és itt Pócz Péternek üzenem a következőt. Amire a bejelentő ugye nem tért ki, hogy ő mire szeretné használni, és akik szervezik a koncertet a Hősök terén, ők sem tudtak róla. Így átküdték a drón repülés szabályait, ami azt jelenti, hogy sem fényképet, sem videófelvételt nem készíthet az ott lévő tömegről, ha csak a szervezők erre nem adnak meg bízást. A másik dolog, hogy a tömeg felett nem mehet át. Na hát, ha akad, akkor el kell innen mennem. De ha vártok egy picit rám, látom, hogy a tükrömet kihajtom, olyan helyre állok, olyan helyre állok, ahol nem fog akadni, jó? Legalábbis próbálok olyan helyre állni, de örülök, hogy ezt megírtátok. Utóbbi időben úgyse akasztották. Úgyse akasztották. Hát, ha itt jobb lesz a vétel. Hát, ha. Lantos Zoltán megkérem, hogy jelezzen, hogy milyen a vétel, ha már ő megírta, hogy akad. Megnézzük, hogy milyen a vétel Lantos Zoltán szerint. De én nem láttam, hogy akad, de bízok benne, hogy most már jó. Valaki írja meg, hogy akad-e még, vagy nem akad. Jó, oké, Zolikám, köszönöm szépen. Szóval, a drónrepülés szabályát megkaptuk az aktuális hivataltól, ezt közé fogom tenni. Ezt még ma este, mikor megállok majd Budapesten, közé teszem, amit kaptam hivatalos iratot, abból kiveszem azt a részt, ami a drón repülési szabályzatra vonatkozik, és ahogy megadták az engedélyt, tehát ezt közé fogom tenni, tehát a tömeg felett nem jöhet át, fényképet nem készíthet, csak hozzájárulása, a szervezők hozzájárulásával és videófelvétel sem készíthet, illetve a drónt működtető ember nem lehet a tömegben bent, tehát meg van határozva, hogy hol lehet, hol állhat. Én nem kívánom ezt nyilvánosságra hozni, mert ezt megkaptuk, hogy hol fog állni, illetve melyek azok a helyek, ahol állhat. Én nem kívánom ezt nyilvánosságra hozni, mert a drón
leptetője, az nem azonos Pócz Péter személyével. Úgyhogy ennyi a Pócz Péter, aztán én itt le is zártam. És akkor most már csak egy kérdés foglalkoztat engem. Akarunk-e holnap rendszert váltani? Akarunk-e végre nyugodtan emberhez méltó életet élni? Vagy berakjuk a fejünket az igába, éppen úgy, mint néhány mobil WC szolgáltató, és akkor hagyjuk a fenébe az egészet, és oda ajándékozzuk ennek a korrupt politikai bűnöző bandának nem csak a mi jövőnket, hanem a nemzet egészének jövőjét. Mert ha valaki azt hiszi, hogy azért, mert ő a Fideszre szavazott, ezt meg fogja úszni, nem fogja megúszni. Amiket idáig elmondtam, az mindig beigazolódott, abból mindig törvény lett. De milyen ország az, ahol, most a segítséget kérek az internetről, csak hogy föl tudjam olvasni, hogy milyen ország az, ahol felhő alapú, oktatói segédled nélküli húros hangszeroktatás megvalósítására 70 millió forintot adott a magyar állam, hogy most ez uniós pénz vagy nem uniós pénz, abszolút nem érdekel. Nem érdekel. Az sem érdekel, hogy visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő, ez sem érdekel. De gyakorlatilag emlékeztek rá, amikor léggitároztunk, emlékeztek rá, na most erre a léggitáros tanfolyamra adnak 70 millió forintot. Bravo! Agy nélküli társaság. És a mai 8 óra 10-es hír, Pintér Sándor, nem lesz béremelés, sem az oktatásban, sem az egészségügyben, örüljenek, ha megusszák elvonás nélkül. Ezt nyilatkozta a belügyi, oktatásügyi és egészségügyi miniszter. Azoknak üzente, akik melléjük húzták az X-et. Tehát a miniszter csütörtökön egy zárt körű, nem sajtónyilvános eligazítást tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Népszava szerint a miniszter beszédéből az is kiderült, hogy béremelésre nem számíthatnak a dolgozók, sőt, annak örülhetnek, ha nem vonnak el a forrásokból idén. Bravo! Bravo! Elmondtuk, hogy ez lesz. Elmondtuk. Nektek azt üzeni, hogy örüljetek. Azt nem tudom, hogy minek. Ja, ha megusszátok elvonás nélkül, már ennek is örülni kell. Ugye? És Magyarország előre megy, nem hátra. Nem arról volt szó, hogy fölzárkóztatjuk az egészségügyet? Az oktatás ügyben nem azt mondták, hogy életpálya modell. Az lesz, életpálya modell kell, mert ez az. Kedves tanárok, nevelők, ez az életpálya, hogy cidriztak a bérér, meg a fizetési jegyzékért. De ez bármelyik kötöktől megkérdezhetem ám. Bármelyik kötöktől. Ennek kell örülni? Ez a jó világ? Ez a Magyarország előre megy, nem hátra, meg merjünk nagyot álmodni, meg Magyarország jobban teljesít. Tényleg? 30 évvel az uniós csatlakozás megkezdésétől. 18 éve vagyunk uniós tagok. Ez nem, hogy közeledtünk volna, hanem Európa sereghajtói lettünk. Csak nézzétek meg, hogy 4 hét alatt 15%-ot ment lejjebb a forint az euróhoz képest. 15%-ot! Ennek tudjátok, mi lesz a gazdasági hatása? Majd a boltban meglátjátok, amikor odaálltok a kasszához. És ez még csak a kezdet.
4,50. Amit én satszolok. Ha ilyen fasza intézkedéseket hozunk. Tudjátok, mennyit vittek el innen a nyugatiak most? Néhány napon belül? Hány ezer milliárdot vontak ki a magyar gazdaságból? Mert nem kívánnak befektetni? Erről még senki nem beszél. Erről senki nem beszél. És ma hallottam egy panaszáradatot. Kicsit úgy dagad a májam, de nehogy megbántva érezzétek magatokat, és nem a legszebb öröm, a kár öröm. De Budapesten is fellépett az üzemanyag hiány. Mi így élünk 3 hónapja. Így bizony. Cidrizünk, hogy vagy lesz, vagy nem lesz. Vagy itt van a kút, vagy nincs itt van a kút. Tehát még mindig logisztikai probléma van? Kedves pestiek. Vagy bejött az, amit néhány napja közé tettem? Hogy 1-2 hétig fennakadások lesznek? És most már benneteket is érint? Benneteket is érint? Mi ezt mondtuk? Nem akarunk ellenségeskedni, nehogy ezt érezzétek. Ezt nem ezért mondtam el. Ezt azért mondtam el, hogy ma Budapestről kaptam jó pár fényképet. Jó párat. Ahol nem volt üzemanyag. Mi vidéken így élünk 3 hónapja. Főleg itt a nyugati határszélen. Hogy többit nem tudom, hogy ének, de mi így élünk. Így. Én holnap szeretnék már történelmet írni. Úgy elhagyni a fővárosunkat, mikor hazafele indulok, hogy megcsináltuk, hogy a régi dédelgetett álmunk az valóra vált, hogy öntudatra ébredt a nemzet, és felépít magának egy olyan országot, ami kiszámítható jövőt ad nem csak neki, hanem a gyermekeinek. Én ezért megyek fel Budapestre. Ezért töltöm fönt az estét Budapesten, hogy még az utcán lévő fiatalságot tájékoztassam. Ez nem az én ötletem volt, egy csoporttagunk ötlete volt, és tudom, hogy nagyon-nagyon sok csoporttagunk még most is nyomtat, és ők is az utcákat fogják róni. A Hősök tere környékén, a Vajdahunyadvár környékén, és próbálják az ott lévő embereket tájékoztatni, hogy mire is készül a rendszerváltók közössége holnap. Pont a Vajdahunyadvár előtti területen. Én várom azokat az embereket, akik egyetértenek azzal az eszmélyiséggel, amit mi hirdettünk, akik egyetértenek azokkal a célokkal, amit a rendszerváltók közössége közösen megfogalmazott, akik egyetértenek, hogy az alkotmányos rend helyreállítása nem csak joga, hanem kötelessége is a nemzetnek. Ezt nem én mondom, ez benne van az ideiglenes alkotmányba, és valahogy emlegeti az alaptörvény is, de az meg közökileg érvénytelen. És holnap nagy nap lesz mindenféleképpen, mert olyan dologra készülünk, amit még a nemzet nem csinált. És ezt tartom is magam. Tartom is magam. És bízok benne, hogy ez a dolog a sikerrel zárul. Én bízok benne.
Én bízok abba, hogy azok a csoportvezetők is, akik ezidáig a videóinkat terjesztették, ők is kint lesznek velünk. Én bízok benne, hogy azok az emberek is, akik idáig támadásba lendültek a személyemmel szembe, azok is ott lesznek, kivétel Póc, mert ő nem kívánatos, és ennek hangot is fogok adni. És bízok benne, hogy a különböző csoportok tagjai is rájöttek, hogy nincs tovább. Mert ezt most nem csináljuk meg, akkor nem kapunk több lehetőséget. Bárki bármit állítson, nem fogunk kapni több lehetőséget. 10 órától várok mindenkit a Vajdahunyadvár előtti területre. Ruhát, gyógyszert, sátrat, azt hozzatok. Nem szándékozom sikertelenül hazajönni, és a végsőig kitartok. És tudom, hogy azok az emberek is, akik az elmúlt egy évben, másfél évben ezt a csoportot segítették, nyíltan, burkoltan, név nélkül, azok ugyanúgy kitartanak a végsőkig. Én nem szeretnék tovább félelembe élni, én nem szeretnék tovább diktatúrában élni. Én nem azért vállaltam 3 gyereket, hogy egy jövőkép nélküli jövőbe éljünk, ahol nem a jövő kiszámíthatatlan, hanem már a jelen is. Most már, ami tetszik, a néhány nappal ezelőtti intézkedéseknek köszönhetően nagyon-nagyon sok embernek fölnyit a szeme. Éppen a benzinástop, éppen a farhát, vagy a kilakót, vagy a banki moratórium miatt, hogy azért tényleg figyelnek ránk. Mert még egyszer is elmondom, július 1 lett volna a határidő, hogy ezeken módosítsanak. És március után ez az illegitim hatalom, hogy oda nyomja a gumicsontot, vagy a mézes madzagot az embereknek, épp a rendszerváltók rendezvénye előtt megadja újra a farhát akciós tartalmának kihosszabbítását. Bravo, fiú! Bravo! Köszönjük szépen! Gyerekek! Ez csak együtt sikerülhet. Ez csak együtt sikerülhet. És ha sikerülni fog-e? Van bennem érzés, hogy igen. Egyre nagyobb ez az érzés bennem. Mai nap is kaptam olyan híreket, amelyek biztatóak. Az, hogy olyan média társaság is felajánlotta a közvetítő kocsit igény esetén, akire álmomban nem gondoltam volna, sőt, ő volt az első, aki az élő bejelentkezés lehetőségét is biztosítja számunkra a megfelelő tömeg nagysága láttán. Mit akarjak ennél többet? Mit akarjak? Egyedül mellém nem fog odaállni a tévé. Egyedül az én kedvemért nem fog közvetítőkocsit küldeni. Na de tiétekért, ha ott egy tudatos rendszerváltó tömeg lesz, akire mindenki vár, akkor bizony, akkor jönnek, mi Maci a málnásra, ez a talpra magyar. 2022. 6-18-án 10 órától mindenkit szeretettel és tisztelettel várok
a Vajdahunyadvár előtti területen, a média munkatársakat, azokat az embereket, akik az eszmélyiséggel egyetértenek, és valamennyi olyan magyart, aki az alkotmányos rend helyreállításán dolgozik, dolgozott a múltban is, mert ez csak együtt sikerülhet. Ha provokációt láttok, ha provokáló embereket láttok, határolódjatok el tőle, szóljatok azoknak az embereknek, akik a biztonságért felelnek, vagy rögtön szóljatok a rendőrnek. A rendőr az ebben a helyzetben bennünket kell, hogy védjen, azokkal szemben, akik próbálnak rendbontást kieszközölni. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én bízok benne, hogy ez a videó, ez 2254 ember nézi. Remélem, ennyi terjesztés lesz, és akkor pillanatok alatt eljutunk egy olyan nézettséghez, illetve egy honlap olyan létszámhoz, amit már nem lehet elhallgattatni. Én nem lehajtott fejjel szeretnék élni. Így élünk. Hosszú ideje. Ideje fölemelkednünk az eltiprásból, az elnyomásból, és ideje élni a saját életünket. Nem egy olyan életet, amit mások álmodtak meg, vagy terveztek el nekünk. Jó étvágyat kívánok a vacsorához, aludjatok, pihenjetek. Azoknak a csoportoknak, akik kint lesznek Budapest utcáin, nagyon szépen köszönöm magát az ötletet, illetve azt, hogyha jól számoltam össze, majdnem 10 000 szórólap megy még ki most az este. Pihenjetek, készüljetek ruhával, gyógyszerrel, mobiltelefon föltöltési lehetőséggel, powerbankokkal, sátorral. Hajrá, magyarok! Mondta Orbánunk. Hát mutassuk meg neki, hogy milyen is a magyar virtus. Raktam ki egy képet, igaz, hogy nem tegnap este, mert elfelejtettem az élő után. Abban a képben benne van minden. Ahogy ledül a király. Megcsináljuk! Én holnap rendszert váltani megyek Budapestre. Bízok benne, hogy több 100 000 magyarral együtt kivívjuk a magyar szabadságot. Kívánok nektek jó egészséget, illetve valamennyitek családjának, nyugodalmas jó éjszakát, Isten veletek. Isten áld meg a magyart. Sziasztok!